Most pedig egészségügyi perceink következnek. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Szegő doktor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Na, milyen témát hozott magával, mi tudjuk? Hát akkor várom a kérdéseket. No, tehát ugyanis egy gyakorlati minden családban sajnos sokszor előkerülő problémáról beszélgetünk, a körömgombáról. Ja, igen, ez megint csak egy olyan téma, ami igazándiból addig igazán nem érdekes senkit, amíg nincsen benne. Tehát és ez is egy olyan dolog, hogy legyintünk rá, persze, mindig csak másnak van, a szomszédnak lehet, nekem nem. Mindenki valakinek a szomszédja, tehát előbb-utóbb ez a baj bárkit utol tud érni sajnos. És hát nagyon könnyű ezt elkapni, azt kell mondjam. Nyilván vannak hajlamosító tényezők, de onnantól kezdve, hogy ez elindul, onnantól kezdve, ha az ember nem csinál vele semmit, akkor spontán nem fog meggyógyulni. És hát van egy nyilván egy esztétikai vetülete is a dolognak, meg ennél van egy kicsit mélyebb egészségügyi vetülete is ennek az igen, egészség. Na nézzük. Nézzük az esztétikában, hogy mikor ismeri fel egyértelműen az ember azt, hogy na ez tudja, hogy körömgomba. Hát az a helyzet, hogy szín, forma. Van az a pont, amikor föl tudja még ismerni az ember, de mondjuk egy egyéb, mondjuk hiányállapot, bármi egyéb fertőződés, egy sérülésből adódó körömeltérésekkel azért össze lehet téveszteni. Aha. Tehát, hogyha valaki kenegeti ezzel, azzal, amazzal, és nem mozdul ez az egész, akkor nem biztos, hogy azért van, mert hatástalan a készítmény, lehet azért is, mert nem az a problémája, amire azt az adott szert alkalmazza. Tehát, hogyha valaki visz, valaki nagyon-nagyon hosszan szenved ezzel az egésszel, akkor onnantól kezdve érdemes azért mégiscsak megmutatni egy orvosnak, hogy pillancson rá, készüljön belőle egy kaparék, nézzük meg, hogy van-e benne kórokozás, akkor onnantól kezdve legalább azt tudjuk, hogy mi a probléma. Talán az a legfontosabb üzenet, amit már átadhatunk, hogy ne legyintsünk, és ne bagatellizáljuk ezt a problémát, mert azt mondanak, hogy persze előfordul, kent be, majd jól leszünk. De hogy miért veszélyes csak ennyivel lerendezni ezt a kérdést? Milyen egyéb problémát okozhat? Magyarországon az számít betegségnek, ami látszik, vagy ami fáj. Most ez a látszik kategóriába tartozik, tehát előbb-utóbb elkezdi zavarni az embereket. Hogy ez miért probléma? Két dolog mi a probléma. Az egyik gond az, hogyha nagyon elhatalmasodik ez a dolog, akkor ez egyéb fertőzéseknek lehet belépési kapuja. Tehát össze lehet belőle szedni egy Orbánzt, össze lehet szedni belőle bármiféle egyéb fertőzést. A másik gond egyébként meg az, amilyen betegségeknek a talaján ez ki tud alakulni, mert legtöbbször azt látjuk, hogy ha leszámítjuk azt, hogy elrúgtam a küszöböt és a körmön fele hiányzik, és onnantól kezdve sérülékenyebb, akkor két dolog játszik igazándiból szerepet. Az egyik az, az alsó végtagi érszűkület, a másik pedig a cukorbetegség. Na most ezt meg otthon nem feltétlen fogom tudni magamról megmondani. Ehhez konkrétan szintén egy szakértő kell, aki ezt az egészet megnézi és diagnosztizálja. Tehát nem egy teljesen jámbor dolog. Amúgy hol szedjük össze általában a körömgombát? Esetek jó részében nem nagyon lehet megmondani. Viszont az biztos, hogy a fürdők, a vizes blokkok olyan hely, ahol nem sok ember jót, fordul meg, és nem szárad ki soha, azok nem tesznek ennek az egésznek. Mondta, hogy vannak hajlamosító körülmények, ha két... Hát leginkább ez a kettő. Ez a kettő. Igen, tehát igen, az egyik se bagatell. Tehát az egyik a cukorbetegség, a másik az alsó végtagi érszűkület, amit ha nem is tudunk, de mondjuk oda-vissza igaz ez, mert felhív rá figyelmet, illetve ez hajlamosít. Hát azért hosszú távon ezekre rá lehet faragni, maradjunk annyiban. Tehát azért ezek olyan betegségek, amiket tényleg nem érdemes bagatellizálni. Milyen megoldást tudnak kínálni? Hát nyilván több megoldás létezik erre az egészre. Hozzánk intézeti szinten azok jönnek, akiknek azok a megoldások nem váltak be, amik mondjuk közszájon forognak. Tehát, hogyha a lakkok, ha a krémek, ha a többi nem válik be, akkor az emberek egy része elkezd előbb-utóbb keresgélni bizonyos egyéb dolgokat. Amit itt látunk, bocsánat, közben ezek... Hát az egy viszonylag enyhe. Igen, ezt akartam, hogy ez nem annyira csúnya, bocsánat, hogy ezt mondom, és mégis már oda ezzel érdemes lenne. Hát ugye, amit most látunk, az egy lézeres kezelés, ez egy impulzus lézer, amivel ezeket a körmöket leszoktuk tudni kezelni. Ugye erre az igaz, hogy amikor még nem ilyen centiméter vastag, abszolút struktúráját vesztett körömlemez van, akkor lehet alkalmazni, mert azt még át lehet vele kezelni. Tehát ez az a pont, amit nem kell megvárni, mert onnantól kezdve, hogy egy ilyen megvastagodott lemez van, onnantól kezdve igazán egyetlen egy megoldás van, az pedig az, hogy azt a körmöt eltávolítjuk, és aztán az új körömnek a lenövése folyamatában megfigyelünk arra, hogy az ne fertőződjön felül. És akkor az ember elmegy oda önökhöz. Van. Befekszik, lefekszik, és akkor hány alkalommal kell ezt kezelni lézerrel? Hát az, a,
azt szoktuk mondani, hogy 8 kezelés az az, ami kell, ennek van egy meghatározott koreográfiája, hogy hogy kell elintézni a kezeléseket, milyen időközönként kell a kezeléseket végezni. Aztán utána jön még igazándiból egy nagy körítés, mert onnantól kezdve viszont arra kell vigyázzon azt, akit megkezeltünk, annak, akit megkezeltünk, hogy ne fertőződjön vissza, akár saját magától, akár a környezetéből, tehát onnantól kezdve a cipőt, az oknit, a vizes blokkot, mindent fertőtleníteni kell, és amíg a körben nem jön teljesen rendbe, addig sajnos ilyen közösségi fürdőhelyeknek a látogatását sem igazán tudjuk javasolni. Tehát ez azért egy hosszú türelemjáték, tehát soha nem lehetett tömegszabadulni egy-két hét alatt. Ha a nagylábúj körmét nézem, akkor az egy év, mire ez a dolog rendeződik. És ugye nem csak időskori betegségről beszélgetünk, nagyon sok gyerek fiatal jár úszodába, és ráadásul van egyfajta közösségi életük. Őket is érdemes időben odafigyelni erre, hogy ez ne vigye el ezt. Nincs életkorhoz kötve ez az egész. Tehát ugyanúgy tudunk kezelni fiatal gyereket, mint idős felnőtt. Tehát igazán nincsen különbség a kettő között. Talán fiatal gyerekkorban egy kicsit vékonyabb a körömlemez, és ezért ott a köröm lemez alatti szöveteknek a sérülése az egy kicsit talán hát frekvensebb, de hát az meg olyan, hogy az, ha kialakul, akkor az is a körömmel együtt le fog nőni, és nem, hosszú távú probléma nincsen belőle, az biztos. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, egészségügyi perceinket lettek. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.